És maradjunk is a zenénél, hiszen már stúdiónkban van a Lifestyle formáció. Szeretettel köszöntöm Mayer Attilát és Marx Attilát. Folyamatosan zajlik nálatok az élet, a közösségi oldalaitokon lehet látni azt, hogy klippremiér, rádióműsor, beszélgetés, új dalok, dolgoztok folyamatosan a különböző projekteken, felpörgött az élet, meséljetek egy picit, mi a helyzet veletek? Hát most hál' Istennek felpörgött, most sok mindennel készülünk, sok helyre megyünk, tényleg tévé, rádió, van most minden, hál' Istennek. Vannak események, új dalok, ahogy láttam. Voltatok nálunk nagyjából egy fél éve, akkor is voltak különböző új szerzemények, és most is. Így van. Nem olyan rég egyébként megjelent egy közreműködésünk Martinóval. Elég nagy népszerűségnek örvend ez a dal, ugyanúgy, ahogy az előző is, és azt vesszük észre, hogy már nem csak Nyíregyen, hanem nem olyan rég voltunk Debrecenbe, és már ott is fújta a tömeg kívülről, úgyhogy ez nekünk tök pozitív. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez azért pozitív visszajelzés számotokra. Persze. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ezt a szintet fent tudjuk tartani. Dolgozunk egyébként most még egy dalon, Martinnal, és nagyon reméljük, hogy ezt viszont a nyíregyháziak fogják majd nagyon szeretni, és röviden ennyit árulnék el a dalról. Akkor kicsit még beszélgessünk az előzőről, arról már lehet. Mi az, amit mondjuk ki szerettetek volna vele fejezni? Ugye a címe is elég erősre sikeredett. Hát azért annyira nem lett erős, próbáltuk visszafogni magunkat. Ez igazából Martinnak a dala, aztán ő kért fel minket. Hát, hogy miről szól? Hát ilyen görbetükör inkább a mai világnak, az Instának, a Snapchatnek, stb. És ilyen közösségi, és a mai lányoknak. Sokan azt gondolják egyébként, hogy ez a dal, ez rólunk szól, mert ugye a klipbe pénz van, csaj van, mi vagyunk, gizdák vagyunk, pedig saját magunkról egy áraszót nem ejtünk a dalba egyébként. Csak a mai lányokról, hogy ők hogy gondolják az életet, hogy minden a pénz körül forog. Ezért lett a címe Aranyású. Modern értelemben véve kicsit társadalomkritika is az, amit ti csináltok, amit a zenék által megfogalmaztok. Mik azok a gondolatok, amit igazán foglalkoztatnak benneteket? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Igen, végülis a társadalomkritika, csak az a probléma amúgy a mai világgal, hogy minél tartalmasabb dal szeretnénk írni, az annál jobban nem fog eljutni a közönséghez. Mindig az ilyen lebutított zenék lesznek slágerek, nem kell nagyon messzire menni, tényleg ha a rádiót hallgatjuk meg, teljesen tök ugyanarról szól az összes. Mi pedig szeretünk olyat csinálni, olyat írni, aminek mondani valója van, amit mi megélünk, amit más megél. Hát nem mindig megy át, de van egy erős réteg, amelyik ezt szereti, és ezt hál' Istennek látjuk is. Van egy kis bázisunk, de az nagyon erős, és tök jó. Mennyire volt nehéz meghozni annó ezt a döntést, hogy nem fogtok elmenni ebbe a mainstream vonalba, és nem a tömegzenét fogjátok gyártani, hanem valóban tartalmat szeretnétek közvetíteni? Hát mi, amikor elkezdtük, ez alap volt, hogy mi nem szeretnénk ilyen tömeg lenni, viszont szerintem már nincs ilyen, hogy mainstream meg underground, hanem ez már teljesen igazából összemosódott, vagy nem is tudom, jó, van egy réteg, aki még tényleg ez a kemény underground, de mi soha nem voltunk azok, soha nem voltunk mainstream, semmi, tehát hogy mi így próbálunk saját egyedi stílusokat hozni. Mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy ugye a 90-es években a rapperek még térdig letorgatjával járnak, hát azóta már gyártottak nagyon szép öveket, és mi felhúztuk a nadrágunkat, tehát hogy hülyének néznének azért az emberek, hogyha ugyanúgy járnánk. Igazából mainstream vonalban nyilván elmennénk, de mi meg szeretnénk tartani ezt az arany középutat, hogy legyen tartalom is, de legyen belőle nekünk anyagi vonzata is, ne csak kiadás. Ugye az undergroundnak az a hátulütője, hogy ott konkrétan csak kiadás van. És a fesztiválokkal mi a helyzet? Ha jól tudom, tavaly voltatok fellépni. Hál' Istennek most minden hónapban van kettő, úgyhogy ennek nagyon örülünk, most is fogunk menni. Egyébként a Les Westre, az a következő,
A többit azt még nem szeretnénk elmondani, hogy hová, mert az még egyeztetés alatt van, de tényleg minden hónapban van 2-3, hál' Istennek, úgyhogy most pörgünk, most megyünk. Mennyire más fesztivál közönségnek előadni? Hát ez igazából időpont függő, meg hogy kik jönnek utánunk, kik vannak előttünk. Nyilván ilyen nagyon korai időpontban nagyon rossz, viszont az a kihívás nekünk, hogy mit tudom én, 50 embernek is meg kell csinálnunk ugyanazt a műsort, mint mikor ott van előttünk 500 vagy 1000 ember. És egyébként szokott sikerülni, tehát hogy valamit csak jól csinálunk, úgyhogy hát ha most már a nagy szervezők is ezt észreveszik, hogy foglalkozni kéne velünk. És akkor legközelebb a Lesz Fest. Igen. Lesz Fest. Hogy készültök rá? Lehet egyáltalán készülni rá? Hát annyira mostanában nem készülünk már rá, mert ugye már össze vagyunk szokva. Meg tényleg mondom, minden hónapban van fellépésünk, úgyhogy nekünk az a gyakorlás, mi így gyakorlunk. Nyilván felkészülünk a zenékből, meg a műsort összerakjuk, de nagyjából ennyi. Nyíregyházán mennyire más nektek mondjuk fellépni? Mindenki ismer titeket, sok a barát, nagyon nagy a közeli társaság, mint mondjuk egy másik városban. Hát ez érdekes, mert ugye említettem, voltunk Debrecenben, ott azért egy kicsit paráztunk, hogy először jártunk ott, hogy fognak fogadni minket, hál' Istennek pozitív volt, de nyilván a nyíregyházi közönség az más. Tehát, hogy minket itt annyira nem tudnak úgy kezelni a fiatalok, mint mondjuk egy ilyen idézőjeles sztár, mert bármikor szembe jövünk velük az utcán, nem olyan nagy az a város. És tök jó visszajelzés volt egy teljesen idegen várostól az, hogy ott is ismernek. Tehát, hogy van jó oldala is, meg rossz oldala is. De egyébként szeretünk itt fellépni. Úgy gondoljuk, hogy lassan már itt a keleti régiót kiixeltük, úgyhogy mennénk tovább. És a fellépéseken túl mi a helyzet most veletek? Hogy fog tálni a nyár? Hát én, igen, dolgozunk. Én most megyek, hál' Istennek, nyaralni. Beiktattam 2 fellépés közé nyaralást. Aztán visszajövök és dolgozok tovább. Úgy igazából ennyi. Dolgozunk, zenét csinálunk. Igen, én nem megyek nyaralni, mert ilyesmire nekem nincs időm. Hát egyébként ugyebár az új dalokat csináljuk. Ugye Martinnal is készülünk egyel, Zolikával is szeretnénk folytatni a dolgokat, meg tegnap beszéltünk egy ilyen nagyobb kollabról, amiből hogy mi lesz, azt nem tudjuk, de szerintem az is jó lenne, hogyha hát, idén megvalósulna. Tervek vannak, aztán megvalósítás az néha egy kicsit döcögős, de sikerülni fog, reméljük. Van. Hát sok sikert kívánok nektek, és akkor majd legközelebb elmesélitek ezt a sok rejtélyes készülődést és tervet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönjük szépen.